Tulajdonképpen szinte minden megvalósult abból, amit itt a mérkőzés előtt beszéltünk. Mennyire elégedett ebben a mai teljesítménnyel? Természetesen nagyon örülünk ennek a győzelemnek. Nagyon vártuk már ezt, már a tavalyi szezonban is, hogy két góllal is tudjunk nyerni, bár nagyon örültünk annak az 1-0-as győzelmeknek is, és nagyon fontos volt. Ma is örültünk volna az 1-0-as sikernek, de természetesen nagyon örülök annak is, hogy nagyon-nagyon egyben volt a csapat, és már a fiatal játékosok is hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez. Egedűs Jani azt hiszem, hogy nagyszerű teljesítmény nyújtott, és a gólja is fantasztikus volt, de örülök, hogy még be tudtunk tenni fiatalokat, már 98-as születő és játékos is Tóth Máté személyében, úgyhogy egy fontos klassz siker volt. A szünet után még jobban talán rákapcsolt a haladás. Megmondom őszintén, a stúdióban azt tatolgatták, hogy valószínűleg a haladás rá fog ülni az 1-0-ra, de ennek az ellenkezőjét láttuk. Ez mennyire volt tudatos, mennyire akart még egy gólt szerezni a haladás? Ugye sokszor az elmúlt szezonban azért nem tudtuk ezt megcsinálni, hogy góra gólt rúgjunk. Most mindenképpen ezt fölhívtuk a játékosok figyelmét erre a fél időben, hogy persze, hogy fontos, hogy megtartsuk az eredményt, de egyszerűen kell még gólt szerezni, és éppen ezért vagyok nagyon boldog, hogy ez sikerült a második fél időben. Köszönöm szépen, és további sikeres folytatást kívánok, és hamarosan érkezik mellém Teodoro Vasilis, a hazaiak mestere. Az MTK egyébként sorozatban 5. bajnok, ilyen nem tudott gólt rúgni Dunaújvárosban. Itt van Teodoro Vasilis. Hát Mészeg Gizánál azt mondtam, hogy sok minden bejött abban, amit mondott a mérkőzés előtt. Önnél sajnos ezt nem tudom elmondani, mert talán minden a rossz oldalára fordult. Nem tudtam megszerezni az első gólt az MTK, pedig megvoltak a nagy helyzetek. Mi múlott ez a mai vereség? Hát beszéltem mérkőzés előtt az első gól fontosságáról. Sajnos a Szombathely szerezte meg egy bedobás után. Onnantól kezdve játszhatta a kedvenc játékát. Görcsösen játszottunk, már ilyenkor már semmi nem megy be. Nem ez volt az első mérkőzés, ahol talán a mérkőzés hajrájában pörgött fel igazán az MTK. Lehetett volna korábban, vagy miért nem lehetett korábban esetleg ilyen sebességfokozattal játszani? Nem mondom, hogy ez volt. Az első három mérkőzésen az első fél időben jobban játszottunk szerintem, mint ma az első fél időben. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy a végén pörögtünk föl. A többi mérkőzésen végig tettük a dolgunkat, kihagytuk a helyzeteket, mint a mai napon. Ilyen első 4 forduló után mennyire tud derülátó lenni a folytatást, illetően annak tükrében, hogy azért nem várnak könnyű mérkőzések az MTK-ra? Most ugye a Debrecen videótól jön. Hát fölkészülünk, sportemberek vagyunk, talán megfordul, aztán minden jó lesz.